Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az ATV-n. Nem indul újra a Kereszténydemokrata Unió elnöki tisztségéért a CDU decemberi kongresszusán Angela Merkel. Német sajtóértesülések szerint a kancellár ezt pártja elnökségi ülésén jelentette be. Azt is közölte, hogy 3 év múlva, amikor lejár kancellári megbízatása, teljesen visszavonul a politikától. A hírre gyengült az euró árfolyama. Elemzők szerint Merkel döntésének köze lehet ahhoz, hogy koalíciójának pártjai 2 regionális választáson is komoly veszteséget szenvedtek el. Vereséggel felérő győzelmet aratott a CDU a Hessen tartományban tartott választáson. Merkel pártja 27%-kal első lett, de 2013-hoz képest több mint 11%-ot rontott és mandátumokat vesztett. Vegyesek az érzéseink. Fáj, hogy ekkora veszteséget szenvedtünk, de érdemes volt harcolni. A 2 kitűzött célt elértük. Első helyen végeztünk, és nem alakíthat más kormányt helyettünk, mondta a párt helyi vezetője. Az országos nagy koalícióban résztvevő szociáldemokraták 5 éve még több mint 30%-ot kaptak, most viszont csak 20% körül végeztek. Nehéz pillanat ez nekünk. Nem olyan eredményt értünk el, mint amilyet szerettünk volna. Keserű vereség ez, amit hiába magyaráznánk, mondta a párt helyi vezetője. Utalérték a szociáldemokratákat a zöldek, akik a tartományban a CDU-val kormányoztak, legutóbbi eredményükhöz képest pedig több mint 8%-ot javítottak. Nagyszerű nap ez a mai. Hessen még soha nem volt ilyen zöld. Büszkék lehetünk rá, hogy kormányzati szereplőként ennyivel növelni tudtuk a belénk fektetett szavazói bizalmat, mondta a párt helyi vezetője. 4. helyen végzett a bevándorlás ellenes AFD. A pártnak így most először sikerült bejutnia a tartományi törvényhozásba. Pártunk a legnagyobb ellenzéki erő. Az Európai Parlamentben eddig csak én voltam ott a pártból, de ez jövőre változni fog. Mostantól mind a 16 német tartomány törvényhozásában ott vagyunk, így már lehet politikát csinálni, mondta a párt társelnöke. A frankfurtiakat nem lepte meg a választás eredménye. Meglátjuk, mi lesz a nagy koalícióval. A legtöbb embert valószínűleg nem győzte meg a munkájuk, és ha ez így megy tovább, akkor az tükröződni fog a következő országos választás eredményében, mondta egy helyi lakos. 2 hete a CDU testvérpártja, a CSU a bajor tartományi választáson első lett, de rosszabb eredménnyel zárt, mint 1950 óta bármikor. A 2 választás miatt Merkel most bejelentette, hogy decemberben már nem indul a CDU elnöki tisztségéért, amit 18 éve ő tölt be. Német sajtóhírek szerint a kancellárságról még nem mond le, de időt akar hagyni kiszemelt utódjának, a párt főtitkárának, hogy a következő országos választásig felépíthesse magát. Meggyőző 10% pontnál is nagyobb szavazatkülönbséggel nyerte Jair Bolsonaro a brazil elnök választás második fordulóját. A brazil Donald Trumpként emlegetett politikus győzelme utáni első beszédében a demokrácia és a szabadság védelmére esküdött fel, és megismételte egyik legfontosabb kampányígéretét, a korrupció és a bűnözés visszaszorításáról. Rendhagyó helyen, egy börtön előtti téren is ünnepelték jelöltjük győzelmét a konzervatív szociálliberális párt támogatói. Az intézményben raboskodik az ország korábbi baloldali elnöke Lula da Silva. A másodfokon 12 év börtönbüntetésre ítélt politikus pártja, a munkáspárt jelöltje, bő 10% ponttal kevesebb voksot tudott begyűjteni a választások második fordulójában, mint a győztes Jair Bolsonaro. De nem csak a párt támogatói, hanem az újonnan megválasztott elnök is rendhagyó módon ünnepelte győzelmét, a politikus egy lelkésszel közös ima alkalomra invitálta támogatóit. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty. Felszabadítjuk Brazíliát és a brazil külpolitikát, olyan kétoldalú megállapodásokat fogunk kötni, amelyek előnyösek az ország gazdasági fejlődése számára. Az alkotmány, a demokrácia és a szabadság védelmét ígérem ma nektek, mondta az ima utáni első elnöki beszédében. A helyi választási rendszer logikája alapján a második fordulóban egyetlen ellenfele maradt, a baloldali munkáspárt jelöltje, aki a vereséget követően arról beszélt, továbbra is védeni fogja a demokráciát és annak a 45 millió embernek a szabadságjogait, akik rászavaztak. Milliók nevében szólok, akik az ország érdekeit mind a sajátjuk elé helyezték. Látom ezeken az arcokon a félelem és a reménytelenség jelét. Sokan sírnak most, de nem kell félni, mi együtt maradunk, mondta a baloldali jelölt.
A választáson nem született meglepetés, szakértők már régebb óta állítják, az országban milliók fordultak el a munkáspárttól. A baloldali tömörülés szűk másfél évtizeden át irányította a latin-amerikai országot, de Brazília történetének legnagyobb mértékű korrupciós és vesztegetés ügye, valamint a súlyos gazdasági válság miatt sokat veszített a népszerűségéből a párt. Bolsonaro kampánya pedig egy másik érzékeny kérdésre, a bűnözés visszaszorítására is nagy hangsúlyt helyezett. A politikus a rendőrök jogkörének kibővítését, valamint az önvédelmi célú fegyverviselés jogát is megígérte a szavazóinak. Folytatják útjukat észak felé az Egyesült Államokba tartó migránsok. A több ezer főből álló migráns karaván korábban elutasította a mexikói elnök ajánlatát, amelyben menedékjogot, segélyt vagy akár munkát is biztosítottak volna számukra, ha az ország déli részén maradnak. Közben egy másik, több száz főből álló csoport próbált meg áthatolni a guatemalai-mexikói határon. A mexikói hatóságok azonban nem engedték őket belépni az országba, amely miatt összetűzés alakult ki a csoport és a rendvédelmi erők között. Egyetlen túlélője sincs a helyi idő szerint hétfőn kora reggel történt légikatasztrófának Indonéziában. A szigetország egy fapados légitársaságának a repülője röviddel felszállását követően zuhant a tengerbe, 189 emberrel a fedélzetén. A roncsokra Jakartától 70 kilométerre keletre bukkantak rá a mentőcsapatok. Ezen az online radarképen lehet látni, milyen rövid utat tett meg a Lion Air, egy indonéziai fapados légitársaság Boeing 737-ese, amelyik felszállás után nem sokkal a tengerbe zuhant, 189 emberrel a fedélzetén. A gép szűk negyed órát töltött a levegőben. A repülőn 179 utas és 10 fős legénység tartózkodott. Minden eszközzel keressük a roncsokat és a fekete dobozt, mondta a helyi katasztrófavédelmi ügynökség vezetője. A járat Jakartából egy néhány száz kilométerre található szigetre tartott. Értesülések szerint a pilóta már felszállás után azonnal engedélyt kért arra, hogy visszatérhessen a jakartai reptérre, de ezt követően megszűnt a kapcsolat a géppel. A cég vezetője arról beszélt, a gép kifogástalan műszaki állapotban szállt fel. A repülő és a csapat Denpasarból érkezett Jakartába, és készen állt a további indulásra. Volt egy technikai probléma, de a repülőgép gyártójától kapott útmutatás alapján ezt még indulás előtt kijavították, fogalmazott az igazgató. A hatóságok 130 fős kutatócsoportot vezényeltek a baleset helyszínére. A gép roncsait a fővárostól 80 kilométerre keletre találták meg. Azt egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát. A repülőgép szinte teljesen új volt, alig két hónapja tartották üzemben. A gépet irányító pilóta és másodpilóta is tapasztalt szakembernek számított, kettejüknek összesen több mint 11 ezer repülési órájuk volt. Az indonéz légi közlekedés az egyik leggyorsabb ütemben bővül a világon. A biztonsági előírások azonban hiányosak, és azok betartatása sem éppen teljes körű. A Lion Airnek is voltak a múltban komoly biztonsági incidensei. A légitársaság 2016-ig egész Európából ki volt tiltva ezek miatt. Legutóbb 5 éve zuhant le az egyik járatuk, akkor 108 ember halt meg Bali közelében. A mostani katasztrófa volt az elmúlt két évtized második legsúlyosabb légi balesete Indonéziában. Sokkolta a Leicester City szurkolóit, hogy a csapat stadionjánál szombat este helikopter balesetben meghalt a klub tulajdonosa. A 60 éves tájföldi üzletember a West Ham United elleni bajnoki meccs után szállt fel, de a helikoptere meghibásodott és lezuhant. Rajta kívül 4 másik ember is meghalt. Vasárnap szurkolók százai gyűltek össze a stadionnál, ahol mezeket, sálakat és virágokat helyeztek el a tájüzletember tiszteletére. Közkedvelt volt a körükben, mert miután 2010-ben megvette a Leicester City-t, a csapat 2014-ben visszakerült az első osztályba, 2016-ban pedig meg is nyerte a bajnokságot. Grazban találkoztak az uniós tagországok miniszterei, hogy megvitassák, mikor töröljék el a nyári időszámítást. Az Európai Bizottság korábban 2019-et javasolta, de az országok szerint több időre van szükségük az előkészületekre, így jövőre valószínűleg még márciusban és októberben is tekergetni kell majd az órákat. A vezetők egy dologban egyetértettek, mindenképpen koordinált átállításra van szükség, hogy a közös gazdasági blokkot alkotó országok azonos időzónában maradhassanak.
Népszerű a kínaiak körében a 2013-ban indított görög aranyvízum program. Ennek a lényege, hogyha egy külföldi legalább 250 ezer eurót fektet be görögországi ingatlanba, akkor 5 éves tartózkodási engedélyt kap, amit később megújíthat. Már 3400 ilyen engedélyt adtak ki, majdnem a felét kínai állampolgároknak. Hasonló program működik Portugáliában is, de ott 500 000 eurót kell fizetni. Ingatlant venne Görögországban ez a 29 éves kínai nő, aki korábban könyvelő volt Pekingben. 250 ezer euróból már 3 szobást lakást kap Athénban, kilátással az Akropoliszra. Itt 250 ezer euróból 2-3 lakást is vehetek, de ha Peking egy jobb részén akarnék ebből az összegből ingatlant vásárolni, akkor csak egy 30 négyzetméteres garzont kapnék, magyarázza a nő. Tervei szerint a belvárosban befektetési céllal venne 1-2 ingatlant, ezeket az interneten hirdetné bérlőknek. Az egyik külső kerületben pedig magának is venne egy lakást. A kínaiak részéről az elmúlt 5 évben is láttunk érdeklődést a görög ingatlanok iránt, de most azt látjuk, hogy ez jelentősen megnőtt, mondta egy ingatlan ügynök. A befektetések legnagyobb ösztönzője az értük adott tartózkodási engedély, amivel a schengeni övezetben is szabadon lehet mozogni. A kínaiak főleg a tartózkodási engedélyért vesznek ingatlant, másrészt befektetési céllal, de tetszik nekik az itteni környezet is, mondta egy szélesebb szolgáltatási kört kínáló ingatlan közvetítő cég tulajdonosa. A görög ingatlanpiac a gazdasági válság kirobbanása után került nehéz helyzetbe. A lakásárak még ma is 40%-kal alacsonyabbak, mint korábban. Görögországban most jók az üzleti lehetőségek, de a legfontosabb, hogy ez a legszebb ország. Gyönyörűek a tengerpartjai és az időjárás is jó, mondta egy kínai férfi. 2016-hoz képest tavaly 91%-kal nőtt az az összeg, amit külföldiek görög ingatlanokba fektettek, és elérte a 287 millió eurót. Az egyik kínai légitársaság egy éve közvetlen járatot indított Peking és Athén között. Ezek voltak legfontosabb híreink mára, de holnap is jelentkezünk világhíradóval a szokott időpontban. Én kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!